Rezsnyák Péter, kivitelezve építész vagyok, sziasztok! És szintén ki szeretném használni itt a lehetőséget, hogy ebbe a kis téli napsütésbe a tájolásról mondjak nektek egy-két gondolatot, ami nagyon fontos. Nem akkor kell a tájolásról gondolkozni, amikor már megvásároltátok a telket, vagy amikor már tervezitek, hanem még mindezek előtt. Nagyon alaposan át kell gondolni, hogy hogyan kívántok élni, hogyan képzelitek el a teraszotokat, a házatokat, a szobákat, a nappalit, étkezőt, konyhát, mert ennek függvényében egy telek lehet jó, vagy éppen nagyon nem jó. Itt, ahogy a naposka bujkál a felhők között, illetve időnként kibukkan, nagyon jól meg lehet nézni ezen a kis présházon, hogy annak idején hogyan gondolkoztak itt a régi emberek, és vissza lehet fejteni az ő gondolkozásmódjukat, és hasonlóképpen nektek is át kell gondolni, hogy hogyan is fogtok majd élni. Ha egy kicsit hátrébb lépünk, hátam mögött van egyébként a nap, és délután 2 óra van a normál időjárás, vagy időszámítás szerint, és mindez azt mutatja, hogy annak idején ezt a kis pincét úgy tájolták, hogy itt a pince ajtó irányába esik a lenyugvó nap, és a déli oldalon, ha megnézitek, akkor egy nagyon aranyos kis picike ablakocska van, nyilván, hogy nem elegedjen túl a pince, de ugyanígy el tudjuk képzelni, hogyha ez egy családi ház lenne, hogy akkor mi az ideális tájolás, vagy mi az, ami éppen nem ideális. És amint látjátok, kisüt a nap, fürdik a fénybe az épület, de mindehhez nagyon fontos, hogy a funkciókat átlássuk, és megfelelően kitaláljuk. És mindezt már időben ki kell találni, még a telekvásárlás előtt. Úgyhogy, ha időben gondolkozol, akkor tudsz jó telket venni, vagy ha nem a legideálisabb telket vetted, akkor meg az építésszel nagyon jól gondold át, hogy hogyan lesz az a telek számodra ideális. És ha egy kicsit tovább nézünk, megnézzük itt a fákat, akkor jól látjuk, hogy pontosan a déli irányba egy hatalmas diófát ültettek, nem is távol az épülettől, és ez egy csodálatos árnyékot ad ennek az épületnek nyáron. Télen ugye lehullajtja a levelét, kiválóan átsüt rajta a nap, és a téli napsugárzást gyönyörűen tudja hasznosítani ez az épület. Hát különösen akkor, hogyha ez egy lakóház lenne, de most vonatkoztassunk el attól, hogy pince. Lényeg az, hogy például egy nappalit, ha ide tájolunk, akkor kiválóan napsütött lesz ez a nappali. Ugyanakkor, ha ez lesz az út, amin a forgalom zajlik majd a ház előtt, akkor viszont nem leszel vele elégedett, hiszen a nappalid az utcára fog nézni. Úgyhogy ezeket a dolgokat, ezt már a vásárlás előtt, illetve a tervezés legelső fázisában le kell tisztázni. Egyébként a legtöbb okostelefonon az applikációk között van egy iránytű, és ha nem süt a nap, akkor is meg tudod nézni azt, hogy merre vannak az égtájak. És ugyanezt annak idején iskolában nagyon jól megtanultuk, hogy előttem van éjszak, hátam mögött dél, de hogy az a valóságban mit jelent, és az hogyan hat vissza az építkezésünkre, illetve az otthonunkra, ezt nagyon-nagyon át kell gondolni. Hát ennyit akartam nektek itt elmondani a tájolásról a Szőlőhegyen, és hát hasonlóképpen ezt át kell gondolni, amikor családi házban gondolkoztok. Sziasztok, a Szaki Ellenőr voltam, és építkezzetek jól!